Sziasztok! Azt mondja, hogy december 10-e van, péntek. Fél kettő, most indulok egy jó kis túrára. Tardosnál jövök föl túraútvonalra, és itt teszek meg 10 kilométert a Nagygerecse körül. Ez a környék, nem annyira ismerem, bevallom őszintén. Ez így körülbelül 10 kilométer, 3 óra talán, 2,5. Egy probléma van ugye, hogy mindjárt 2 óra. Jó, mert ma még nem ebédeltem, úgyhogy fél úton valahol majd megállok, készítek valami ebédet. Sok vizet nem kellett magammal hozni, mert mint látható a héten azért jelentős mennyiségű hó esett. Szerintem idekint egyen 10-15 centi. Hát időjárásra annyit, hogy most per pillanat 0 fok volt, amikor kiszálltam a kocsiból. Országos kék túra része, jó tudni. Na hát aztán itt érek le a földútról, úgyhogy a győr civilizáció. Ez egy megfelelő hely lesz ahhoz, hogy ebédeljek. És itt még asztal is van hozzá, csak egy kicsit havas. Pillanatra láthatóvá vált a pisznice. Legutoljára ott a kőfejtőbe. Ott kempingeztem. Ilyet még nem készítettem, majd kiderül milyen. De azt hazudja, hogy egy adagban van 280 kilokalória. Úgyhogy ennek most meg fogom enni a négyszeresét, az egészet. Hogy elhagyom ezt a természetes kilátót. Gondolkoztam, hogy itt verek tábort, mert fél öt van, és ez a nagy köd miatt hihetetlen gyorsan besötétedett.
az halálbűnös helyzet állt elő, hogy hát lefeküdtem, -2 fok van. Ez az underkilt, ez nem lesz elég ahhoz, hogy ilyen időben kint tudjak éjszakázni. 8:30 van, másfél óra visszasétálok az autóhoz és hazamegyek. Hát ez a sztori így kudarcot vallott, bebizonyosodott, hogy ez egy technikai sport. Kicsit jobban föl kell készülni legközelebb. Hát így jártam. Csó. Ilyen egy téli este, egyedül sétálni a koromsötét erdőbe hazafelé, mert k*** volt és nem tudtam aludni. Ilyen. Na hát vissza is értem ide Tardosra, kocsihoz. Hát csalódott vagyok, hogy így alakult az este. Az az underkill alias alpaplan miatt kellett ott hagynom, mert az egy ilyen 5 fokos alpaplan. Legutoljára, amikor voltam vele vadkempingezni, akkor olyan 3 fokban még egész jó volt. Igazából teljes mértékben jól aludtam rajta. És akkor most már így -1, -2 fokban teljesen átfagytam.